Itt ülök a nyári Balaton partján, a háttérből beszűrődhetnek a fürdőzők zajai, ezért elnézést is kérek, de hát igazából ez hozzátartozik az itteni hangulathoz. Ha már Balaton, szeretnék egy olyan csalit bemutatni nektek, ami az elmúlt két évben nagyon sok élményt adott számomra, és az itt előforduló ragadozó halak, szinte mindegyikét halakat csaltam már vele. De nem csak a Balatonon, a környező kisebb-nagyobb vizeken, csatornákon is eredményesen horgáztam ezzel a csalival. A neve a Storm Surgebait, ahogy a neve is mutatja, ez egy kereső csali. Mit jelent ez? A termékfejlesztők arra gondoltak, hogy egy olyan csalit hozzanak létre, ami különösebb trükközés nélkül, folyamatos bevontatás mellett is kellő csáberőt fejt ki a ragadozó halak számára. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ezzel a csalival úgy is horgászhatunk, mint egy wobblerrel, folyamatosan bevontatva. A kereső horgászatnak igazából az a lényege, hogy adott idő alatt sokkal több dobás számot produkálunk, mint hogyha közben játszanánk a csalival, lassabban vezetnénk, ezáltal hamarabb találjuk meg a ragadozókat. Ez különösen akkor hasznos, hogyha egy új vízterületet térképezünk föl, vagy egy olyan hatalmas vízen horgásztunk, mint a Balaton, ami napról napra változik, ugye 60 ezer hektáron a halak jönnek, mennek, vándorolnak a széljárásnak és az áramlás viszonyoknak a függvényében, ezért még az általam nagyon jól ismert akadókon is lehetséges egyik nap az akadónak az egyik fele, másnap a másik fele jó. Ha megállok, lehorgonyzok, azzal szoktam kezdeni általában a horgászatot, hogy gyorsabb technikával végigpecázom körbe a terepet, és amikor kapásom van egy adott ponton, akkor elkezdek esetleg finomítani, lejjebb menni és lassabb technikákra váltani. Egy ismert balatoni akadon, itt volt a kapásom épp, egy ismert balatoni akadon horgászom éppen, különböző Storm gumicsalikkal próbálom kapásra bírni a süllőket, kősüllőket. Egyelőre csak kapásig jutottam, de egész nagy csalikkal kezdtem és megyek folyamatosan lefelé. Próbálom szelektálni a halakat és próbálok először darabosabbat fogni, aztán hogyha ezt fogom tapasztalni továbbra is, amit az előbb is, hogy csak megcsípik és nem akad, akkor egyre lejjebb. Látható a felvételen is szerintem, hogy egészen gyors tempóba húzom a csalit. Ez azért van, mert elég nagy kiterjedésű akadón horgászok, és így sokkal hamarabb találom meg a halakat, mint hogyha egy kis fejet használnék. A jelen vízmérségnél és áramlás viszonyoknál el lehet horgászni 3-4 grammal is, de jelenleg egy masszív 10 grammos fejjel horgászok, így elég tempósan esik vissza a csali. Körbe dobálom a csónakot, és meg lesznek azok az irányok, ahol volt egy-egy hal vagy egy ütés, és utána pedig próbálok különböző más méretű, más színű csalikkal átverni ezeket a halasságokat, amik megcsípték a csalimat. Ez a taktika része. Aztán a nyerő csaliról majd akkor, hogyha sikerül vele halat fogni. Itt van. Ismét a surgebait. Jig-fejjel szerelve. És egy szép kős ülő. Tehát, amit az előbb is mondtam, én próbálom mindig először a nagyobb csalikkal körbedobálni a csónakot, és megtalálni a darabosabb halakat. Külsőből is ez egy szebb példány. És hogyha nincs kapás, vagy inaktívnak mutatkoznak, akkor megyek egyre lejjebb. Ha a gyári fejjel úgy érezzük, hogy nem süllyed elég gyorsan a csali, akkor bátran használjuk hagyományos jig fejjel is, mert így is jól működik. Opa, ez gyorsabb volt, mint szántam. Átjöttünk egy másik helyre, és itt ismét a surgebaittel kezdtem először horgászni. Kicsit gyorsabb technikával, hogy megkeressem, hogy a kövön belül merre találom a halakat. És kapásból sikerült fognom, úgy érzem, hogy kősülő lesz a fejrázásaiból. Igen, nagyon szép kősülőt. Ugye első ránézésre ez nem egy kősülős méretű gumihal, de tökéletesen alkalmas, hogy az agresszívebb, darabosabb kősüllőket leválogassuk a placról. Szépen megette ezt a Storm Surgebaitet, visszaengedem ezt a szép kősüllőt is mindjárt. A Surgebait ezzel a gyári kialakításával, az integrált műanyag fejjel, körülbelül 1,5-2 méteres vízmélységig alkalmas erre a folyamatos bevontatós horgászatra.
így csukákat, sekélyért a vakon süllőket fogtam vele, de hogyha a Balatonon használjuk, és nem a partszéli zónában, hanem jellemzően, ahol horgásztunk, ilyen 3-4 méteres vízmérség van, akkor érdemes ezt a súlyt kicsit növelni. Persze szélcsendben így a gyári kialakításával is használható, de én előszeretettel teszek rá nagyobb súlyt. Ez a csali például 15 g-os fejjel van szerelve, és látjuk a jigfejen, hogy ő kapott már szépen, rajta vannak a süllőknek a kapófog nyomai, több nagy süllőt is adott már ez az összeállítás számomra. A csali tömegének növelését úgy is elérhetjük, hogyha a gyárilag elkészített fej alá betolunk egy plusz ólomsúlyt. Én csípőfogóval faragtam egy hegyes ólomdarabot egy hagyományos pálca ólomból, és ezt fogom beleszúrni a gumitestbe. Ezért is jó a PVC anyag, ami a szörzsbétre jellemző, mert eléggé időtálló, a fogakat is, a fogak harapását is jól tűri, illetve hát az ólomot is megtartja magában. Így. Gyakorlatilag a szörzsbétünk egy kicsit jól lakottabb külsőt kapott, mint hogyha evett volna valamit. Ennyi, és sokkal jobb a súlya, gyorsabban fog süllyedni nekünk az akadón. A szörzsbét 3 méretben kapható, a legkisebb 9 cm-es, a középső 11 cm-es, a legnagyobb pedig 15 cm-es, én legalábbis annyinak mértem, a gyártó szerint 14 cm. A legkisebbben fogtam süllőket, így hagyományos kiszereléssel, de jigfejjel szerelve is. Külsüllők is megeszik a nagyobbak és a bátrabbak főleg, de ezzel a legkisebb mérettel sikerült fognom már egy 10 kg körüli harcsát is. A középső mérettel elsősorban csukáztam, a legnagyobb csukámat is ennek köszönhetem. A legnagyobb méret pedig adott már szép harcsát, sok nagy süllőt, igazán kapitális darabos süllőket, így a gyári kialakításában és jigfejjel szerelve is. Gyárilag 3 darab csalit kapunk a csomagban, egy fejjel szerelve, 2 pedig szólóban, ezekbe akár húzhatunk hagyományos jigfejeket is. A csali VMC horoggal van szerelve, és ez a műanyag fej pedig úgy néz ki, hogy belül van benne egy ólom és egy kis csörgő is, tehát a csali miközben húzzuk, pici apró csörgő hangot is hallat. Ez kifejezetten csukára és süllőre nagyon fogós. Ide tartom a mikrofonomhoz és megrázom, hogy lehessen hallani. Ez plusz rezonanciát ad a vízben és a csukáknak, süllőknek kifejezetten tetszik. Két kialakításban kapható, érdemes figyelni a csomagolást. Ez egy hagyományos kialakításmód és itt van a weedless, azaz bokorugrós modell. Ki is bontom, megmutatom, hogy hogy néz ki. Tehát van egy ugyanolyan gumihal test, és a műanyag fejből kiáll egy drótszál, amire figyelnünk kell horgászat során, hogy állítsuk be, pontosan egy szögben legyen a drótszál a horoggal. Ilyenkor, hogyha növényes helyen horgászunk, hinarat, töklevélszárat, tavirózsát, náttorzsát félre tolja a horog elől ez a drótszál, és így biztonságosabban horgászhatunk. Ezt a kialakításmódot elsősorban csukázásoknál használtam, nagyon jó akadás biztosít, tehát nem kell attól féljünk, hogy a drótszáltól rosszabb lesz az akadásunk. A csuka, amikor ráharap, benyomja ezt a drótot, és a horog tökéletesen akad. A tegnapi pecámra elkísért a kamera is, szerettem volna megmutatni azt, hogy milyen szép halakat lehet fogni ezzel a szörzsbéttel. Nagy sülőbe reménykedtünk, egy hatalmas kapásnak vágtam be. Itt van. Ez jó hal. Szarcsa. Na hát a nagyméretű szörzsbét sokadik dobásra beadta.
Tökéletes akadása volt ennek a szörzsbétnek. A végére egész kitágult a lyuk, úgyhogy szerencsém volt, hogy nem ment el a harcsa, de az elején jól tartott itt a szájszélben. 118 centinek mértük, hát szerintem olyan 10 és 13 kiló között van valahol, úgy satszolom. Nagyon szép harcsa. Hát lehet, hogy inkább 13 ez. Azért azt hozzátenném, hogy a nagy süllőfogás az nem úgy megy, hogy csak kimegyünk, aztán fogunk egy nagy süllőt. Az évente 60-70 alkalommal, amikor csónakba ülök, ha 8-10 alkalommal fog kapitális fogast, akkor az már nagyon jó számnak mondható. De azért megmondom őszintén, nem ilyen ronda sülőre számítottam, amikor megéreztem azt a nagy rávágást. Őszintén szóval tényleg örültem ennek a nagy harcsának, mert én nem vagyok egy olyan kifejezetten nagy harcsás, ez volt a legnagyobb pergetett harcsám máig. De itt még nem volt vége a napnak. Erőltettem a témát, szerettem volna mindenképpen nagy sülőt mutatni. Nem is vettem le a kapocsból a legnagyobb szörzsbétet, csak a színeket variáltam. És ezzel a sötétebb, természetes színnel naplemente térségében egy másik akadón ismét jött egy nagy jelentkezőm. A lesüllyedőt megint ott. El fog menni a horgonyra. Elment fölött a hála az égnek. Na hát a szörzsbéttel, de most egy természetesebb színnel sikerült egy nagyobb halat ütni. Hát azt gondoltam rá, hogy süllő, de úgy nézem, ez megint harcsa lesz. Ez nem süllő. Vagy nem nagyon rázta a fejét eddig. Nagyon furcsán viselkedik. Szerintem megint fogtunk egy harcsát. Aha. Nem tudok süllőt fogni, pedig nagyon szeretnék jó süllőt fogni. Ehelyett ilyen botot perecbe hajlító bocspiccet a víz alá gyűrő halakat sikerül csak fogni. Pedig én nagyon szeretnék már egy szép balatoni fogas mutatni a kamerának. De úgy néz ki, ez egy ilyen nap. Nagyon érdekes, mert ahol bedobtam, a leeső csalit verte le. És az előbb volt egy ilyen kapásom, szintén a behullóra, ami nem akadt meg. Hát imádom ezt a csalit, hihetetlen, hogy ma már a második jó harcsát adja, hát jó harcsát, balatoni szinten nagyon jó harcsa. Aki nincs annyira tisztában a balatoni dolgokkal, annak mondom, hogy 2011-ben volt itt egy komoly harcsapusztulás, ami után eléggé visszaesett az állomány, de az utóbbi évben gyönyörűen tapasztaljuk azt, hogy jön föl a harcsa. Ebből a méretből többet fognak kutyogva is, pergetve is, és hát sok kis harcsát is fogunk, ilyen 50-60 centiseket. Ez nyilván van köze annak is, hogy a balatoni halgazdálkodás telepített is szépen harcsákat, meg hát ugye az állomány szépen utánpótolja azt az űrt, ami a pusztulással keletkezett. Mai második harcsa. Pedig Isten lássa lelkemet, hogy nem harcsát akartam fogni, hanem süllőt. De ma már a második szép harcsa. És a szörzsbétnek köszönhetjük mind a kettőt. Annyi aprósággal, hogy nem a gyári fejjel, hanem egy 15 g-os jig fejjel szerelve. Már mindent elmondtunk erről a csaliról, egy dolgot még nem láttunk, hogy hogyan mozog a vízben. Na, ugorjunk is be a Balatonba, aztán nézzük meg, hogy úszik ez a csali. A szörzsbét mozgása nem csak annyiból áll, hogy a farkavaret, hanem az egész csali teste elfordul balra-jobbra, és így megcsillantja az oldalát. Mindegyik szín úgy van kialakítva, hogy a hátrész előtt a hasi résztől, és van egy erős kontrasztos átmenet, és ezzel a jobbra-balra billegő mozgással megcsillogtatja az oldalát. Ugyanakkor az orrába beépített csörgő ettől a jobbra-balra mozgástól fog kotyogó hangot hallatni. Nem egy óriási csörgőről van szó, csak egy olyan kis beépített golyóról, amit a csukás csaliba, a farokba is szoktak benyomni. Ezeknek a csalitnak olyan sok élményt köszönhetek, hogy ha csak egy csalit vihetnék magammal nagy sülőre horgászni, biztos, hogy ez lenne az. Egyértelműen kivívta magának az első helyet a dobozomban.
A hivatalos forgatási napon eredetileg sülőt szerettünk volna fogni, de hát ugye két harcsa jött, amit persze nem bántunk. Ennek ellenére az eredeti szándékot szeretném betartani, és megmutatni azt, hogy ez a Storm Search Bait nagyon jól működik a Balatonon a kapitális fogasokra is. Hát bízom benne, hogy ezúttal szerencsével járunk, és nem a bajszosok, hanem a tüskések fogják elragadni. Megvan, jó süllő lesz, nagyon jól ütötte meg a search baitet. Ugye gyári fejes search baitet húzom, mutattam, hogy hogyan olmoztam meg pluszba, hogy kicsit nehezebb legyen. És nem csak hogy tekertem, hanem kicsit még meg is rázogattam tekerés közben, mert ugye a gyári fejben van egy beépített csörgő, és hogy ez hallassa a hangját. És ezt tetszett a várhatóan jó fogasnak, aha, pattog a papófogán a fluorokarbon, úgyhogy biztos, hogy jobb sülő lesz. De elég keményen bántam bele, de itt most már csónaknál lehet lazítani kicsit a féken. Próbál bemenni a csónak alá. Jó erőben lévő sülő, azt a mindenit, hogy behúzza a botot a vízbe. Úgy szeretem, hogy meglátom először, átsejlik a zöldes Balatonon a teste. Szép fogas. És gyönyörűen megkapott. Tehát azért, aki azt gondolja, hogy a search bait, ez nem egy, ez egy túl nagy csali lenne. Hát még akár kétszer ekkora csalikkal is lehetne rájuk horgászni, mert érdemes megnézni, hogy elkapta. Tehát egy centi nem lók ki a szájából. Oj, de szép! Hát ez egy 6 pluszos, lehet, hogy inkább 7-es fogas. Hát igen, az Odiász igazából erre való. A múltkori az a harcsás, az nem a rendetésszerű használat volt. De azt is kibírta gyönyörűen. Nagyon szép süllő. Balatoni fogas pontosabban. Ugye? Általában 2 kilóig mondják süllőnek. A szájpadlásában akad gyönyörűen, egy pici kisebbet ejtettünk vele csak. Ugye látjuk, hogy itt van a plusz spácol, amit beletoltam az aljába. Gyorsan megmérem és mehet vissza. A meleg augusztusi nyár miatt nem sokáig tartjuk levegőn. És nagyon fontos, hogy nem tesszük le az ilyen nagy süllőt, mert megnyomja saját magát a testtömege, a belső szervét, és be tud sokkolni. Hiába matracra tesszük le, akkor is el tud pusztulni. De ha végig kézben tartjuk, csak a kopoltyúfenőt fogjuk, nem nyúlunk persze hozzá a szilványokhoz, és egy ilyen szép akadással, szájpadással, akadással garantáltan túl fogja élni a horgásztal való találkozást. Nyilván viszek haza én is ülőt, hogyha nem így történne, hogyha vérezne, hogyha bármi más probléma történne vele, akkor el is lehet vinni őket, de vigyázzunk rájuk, és hogyha ilyen tökéletes akadással, ilyen kimeletes bánáspontot tudunk kezelni őket, akkor gond nélkül visszaengedhetjük őket.